Jó estét kívánunk! Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látják, Majoros Kovács Miklós vagyok. A Zsolnai negyedben a Pirogránit udvaron állunk, rövidesen kezdődik odabent az E78-ban a Lord koncert, erről beszámolunk a műsor második felében, és hogy mi a fő témánk a mai műsorban, nos, mindjárt megtudják. Egy eddig ismeretlen Molnár Farkas kép került elő nemrégiben a Régiségvásárban Pécsett. Molnár Farkas a Bauhaus egyik neves pécsi képviselője volt, aki leginkább az 1920-as években jeleskedett, mint képzőművész, az ezt követő időszakban pedig, mint építész volt ismert, a II. Világháború vége felé bekövetkezett tragikus haláláig. Alkotására Kosári Aurél helyi műgyűjtő bukkant, aki igen jelentősnek tartja, hogy egy ilyen neves művész munkájára talált a régiségek között. Amikor mi a Czachó Ferivel ezt nézegettük, akkor kiderült, hogy ez eredetileg egy 40x60-as vakrámára készült annak idején az olaszországi kép, vagy amit mi Olaszországnak vélünk. És abból szerintem a katona feje fölötti részére vágtak le körülbelül 1,5 centi talán. Az, hogy olajkép, hát az nyilvánvalóan kiderült az eddigi beszélgetésekből. Hát az is már elhangzott, hogy milyen szerencsém volt, hogy idézőjeles konkurencia látta, és elment mellette. Én pedig hát minden képet jobban megnézek, és hát ezért volt nekem ilyen szerencsém, hogy én ezt megfordítottam, és kiderült, hogy ott van a valódi. De hát én minden vásárba megyek, nagyon ritkán veszek valamit, de az is már a többi interjú alany elmondta, hogy gyerek milyen nagy tradíciói vannak, mert a Kiszárpa Tamás is annak idején itt kezdte a pályát. Én nekem van ebbe durván 36 évem, hogy én a vásárt járom, és nekem is van egy pár olyan, amire nagyon örülök, mert egy Abanovákot is tudtam menni, Molnár Cépát itt a saját gyűjteményemben vannak olyan, amikor megvettem, nem tudtam, hogy milyen jó, és időközben kiderült, ez egy Pál Albert kép volt, amit szintén a vásárba vettem, úgyhogy én is sokat köszönhetek a vásárnak. Valószínűleg egy itáliai reneszánsz udvar látható tehát a képen. Molnár Farkas a Bauhaus egyik kiemelkedő pécsi alakjának alkotása, mely sokáig rejtve maradt még a műkereskedők előtt is. Molnár ugyanis, mint elhangzott az imént, a vászon másik oldalára egy katona portréját is megfestette, mely elfedte a művészettörténeti szempontból értékesebbnek számító expresszionista művet. Ha ez nem lett volna szignózva, akkor én akkor is megvettem volna, mert azt láttam, hogy jó. De az volt a szerencse, hogy a katona portrénak a bal alsó sarkába ott volt töredékesen, hogy Molnár Farkas, ezt egy ideig évszámnak néztük, de az a farkastán a töredéke. És akkor hívtam a Nagy Andrást, hogy na, nézzed meg, mire lehetem, és akkor súgta a fülembe, hogy hát ezt hozzuk el, vagy vegyed meg. És akkor ez így is történt. Van egy Molnár Farkas, aki egy minimum Európa, de inkább világhírű építész, és az pécsi. Ez egy fontos tanulság. Fontos tanulság az, hogy itt körülöttünk is vannak olyan jeles szakemberek, mint az építészek, a muzeológusok, a restaurátorok, akik kellő helyen kezelnek egy ilyen talált képet, és ez is szerintem a maguk televízió nézői számára tanúsággal bír, hogyha a maguk által készített filmből ilyen fontos dolgokra rájönnek. Kosári Aurél a vászonra a pécsi Régiségvásárban talált rá. Egy ilyen szellemi értéket képviselő műtárgy felfedezése manapság már ritkának számít, pedig ahogy Nagy András, a Janus Pannonius Múzeum osztályvezetője mondja, régebben bizony több értékes műkincs lelőhelye is volt az országszerte ismert pécsi vásár. Még Emir Kusturica filmjében a Macskajajban is szóba került ez a hely. A pécsi vásárban állítólag megfordultak a szeúzókincsek is.
Ugyanakkor a Rodin Múzeumból ellopott Rodin szobrok is megfordultak, de olyan nagy gyűjteményeknek az alapja volt a pécsi vásár, mint az Afír gyűjtemény, aki kismestereket is gyűjtött, a Kizelbach szintén ott szerezte be a korai időkben a gyűjteményének egy jelentős részét, úgyhogy ez egy országos sírű intézmény volt, ma már sajnos így a kimerülés felé megy ez az egész pécsi vásár. A 60-as, 70-es években sokkal inkább lehetett találni jelentős művészeket, de ma már az van, hogy aki nem ért a képekhez, valahogy kiolvassa a szignót, vagy fölteszi a Google Lensre, és akkor beazonosítja a képet. Tehát igazából a műértés esélye ott jönnek, hogy mondjuk az embernek van szeme a képekhez, nem neveket vesz, és akkor hát inkább a kevésbé ismert festők jó képei, ezekre még van esély. De ez a mostani Molnár Farkas találása az Aurélnak, ez egy nagyon-nagyon ritka eset és egy véletlen, úgyhogy nem véletlen, hogy erről egyáltalán műsort kell készíteni. Nagy András szintén járja a pécsi vásár régiségekkel teli fertáját. A történet az volt, hogy én vettem a pécsi vásárban egy gyönyörű szép üvegre festett 19. századi képet, és vettem egy kismesternek, egy bizonyos Maróti Major Jenőnek egy gyönyörű szép tavaszi tájképét, és elindultam hazafelé. Végigmentem én is mindenen, és akkor az Aurél szólt, hogy én menjek vissza és nézem meg, mert van itt egy különös kép, és akkor oda mentem a képhez. Azon ugye látható volt egy roham sisakos alak, ami mellett én simán elsétáltam, mert hát az ember, ha csak nem bizonyos ideológiai irányzatok rabja, akkor ilyen képeket nem vesz, csak hogy az Aurél jobban ráért, és ő megfordította a képet. És akkor ott volt látható egy olyan Molnár Farkas, ami a klasszikus Molnár Farkas, a kubó expresszionista stílus, olaszországi utazásnak az élményéből festett kép, és akkor nyilván erről majd Szakó Feri restaurátor beszél, hogy melyik volt előbb, a rohamsisakos vagy a hátoldalon lévő kép. Legyen így, ahogy Nagy András főmuzeológus mondja, hallgassuk a pécsi restaurátort. Nyilvánvaló és egyértelmű volt, hogy ez az udvar belső, ez lesz, amit a főoldal, és a katona portré pedig, az is érdekes, de az akkor belül lesz. De hogy alkalmas, hogy mind a két oldal lehessen nézni, vagy bemutatni, vagy látni, akkor döntöttünk, akkor elkezdtünk agyalni, hogy hogyan lehet úgy installálni, hogy tartsa is jól a festmény, de ne legyen felszögezve semmire. És akkor jött ez a megoldás, hogy üveglap előtt, mögött, és akkor kivasaltam a lehajtott széleket. Ezáltal egy nyilván nagyobb felületet kaptunk, és akkor azt kellett szinte az éleknél beszorítani, hogy aztán úgy megtartsa önmagát. Préseltem, vasaltam, hát ezek amik. Ami érdekes volt, felmerült, hogy melyik követte a másikát. Aztán ugye ez megoszlottak a vélemények. Volt, hogy a sisakos katona portrét tekintették többen az első számú festménynek, és akkor annak a hátuljára készült, ami most van elő. Aztán fordítva végül is, amikor szétszedtem, akkor kiderült, hogy a hajtásokból a festmény levágásaiból, mert nem fut ki, tehát hiányzik a képből. Na és akkor kiderült, hogy a katona készült később, sőt úgy festették a katonát, hogy leszették az eredeti vakrámájáról, tehát nem erről, az egy nagyobb vakráma volt, arról leszették a festményt, aminek ugye a festett felszínén ez a udvar belső volt. A hátulja az üres volt, akkor leszették, megfolytották, és kirajszegezték
tehát nem bakrámán festették a katonaportrét, hanem egy rajzdeszkára vagy kifeszítve. Molnár Farkas nem csak festőművész és grafikus volt, hanem építész is, így megkérdeztük a jelenkor ismert pécsi építészét, Dévényi Sándort is. Molnár Farkas, ahogy ez ebből a festményből is egy kicsit látszik, olyan szempontból egy szerencsés indítása volt, hogy Pécs a szerb megszállás alatt egy kicsit olyan senki földje volt. Ezért a művészeti életben is az akkor éppen divatos vagy nagyon forradalmi gondolatok megjelenhettek, ami a kis Magyarországon talán annyira hangsúlyosan nem. És itt alakult ki az a baráti kör, mert azt hiszem ez egy baráti kör volt, akik egymást, hogy is már inspirálva az új európai irányzatokat megpróbálták itt is meghonosítani. Ez ugye hála Istennek megszűnt a felszabadulással nagy mértékben gróf Bánffy Miklósnak köszönhetően, aki külügyminiszterként ezt intézte, és Molnár Farkas sok társával együtt a Bauhaust választotta, hogy ezt a szellemiséget egy magasabb szinten tudják tanulni. És amikor hazatért Magyarországon a 20-as évek restaurációs éveiben, abban a borzalmasan nehéz időszakban, amikor egy országot újra kellett építeni, az építészetben inkább hát egyfajta magyarnak vélt hagyományhoz, a neobarokkhoz fordultak. No hát, amikor Molnár Farkas hazatért, kétszeresen is forradalmi volt az ő megjelenése, hiszen a Bauhausnak a modernságát hozta ide. És hát ez persze nem ment zökkenőmentesen, de hát a 30-as évekre azért már Magyarországon is változott a dolog, és Kozma Lajossal és másokkal az Art Deco-n keresztül elindult egy folyamat, amelyik aztán meghozta azt az eredményt, ami a 30-as évek közepétől, végétől az magyar építészetben meg tudta a modernizmust jeleníteni. Itt Pécset talán a leghíresebb ugye Forbát Alfréd, aki itt is maradt, hát addig, amíg tudott, a háború kitöréséig. Őneki számos emléke van Pécset. Molnár Farkasnak ugye kevesebb, igazán csak egy villája van, a Kalivoda villa, ahova nemrég a építészkamara emléktáblát is helyezett el, hogy mindenkinek a tudtára hozza, hogy itt ez történt. Azon kívül a szülőházára is az én irodám tervezte, véletlenül pont így alakult. A Rákóczi út, hát nem is tudom, háromba, ott a kórház bejárata melletti kis földszintes kis viskó, az volt a szülőháza. Ott is el tudtunk helyezni egy emléktáblát. No, Molnár Farkas az élharcosa volt a modernizmusnak, és Budapesten fejtette ki a tevékenységét, máig is sok épülete megmaradt, amelyek hirdetik az ő tehetségét. Azt a tehetséget, melyről megkérdeztünk egy másik ismert és jeles pécsi szakembert, Várkonyi György művészettörténészt. 920. decemberre megalakul a pécsi művészkör, 21 tavaszán megrendezik a fiataloknak úgynevezett expresszionista kiállítását, és ennek a kiállításnak néhány résztvevője, Molnár Farkas, Stefan Henrik, Johann Hugo, elmennek még tavasszal egy itáliai tanulmányútra, amire nagyon biztatja őket mentoruk Dobrovics Péter, a művészkör elnöke. És ott, hát Molnár Farkas tulajdonképpen Toszkánánál délebre nem megy, de Johann és Stefan elmennek Szicíliáig. Ez egy nagyon jól dokumentálható dolog, hála Istennek, mert a múzeumban nagyon szép anyag van. Mi történik ekkor? Rajzolnak. Mit rajzolnak? Itáliai tájakat, városrészleteket, vedutákat. Tehát a Mediterráneum tájélménye és építészeti öröksége lesz a témája.
annak a festőtársaságnak, akiket egyébként a András is mondta, valahogy a késői kubo expresszionizmus stiláris ernyője alá lehet foglalni, és persze benne van egy kicsit a neoklasszicizmus is, az arkádikus témákkal. Arkádia itt már nem az antik görög világhoz kötődő, hogy is mondjam, nosztalgiákat jelenti, valójában egy műfajnak a szívós továbbéléséről van szó, az aktos csoportkép tájban, aminek aztán lehet többféle allegorikus jelentése. Ez érdekes módon nagyon tartotta magát a magyar avantgárdban is. Az ő esetükben is, Gábor Jenő esetében is. Itt Aurélnál nagyon érdekes együtt látni két képet, egy Gábor Jenő aktot, és ezt a most felfedezett képet. A kolorítjuk megtévesztően azonos. Tehát ha nem tudnánk, hogy miről van szó, akkor mondhatnánk azt, hogy ez tulajdonképpen egy ember palettája. Hát egymás mellett is dolgoztak. Vannak feljegyzések arról, hogy a Krónika szerkesztősége, tehát az aktivista, mondjuk így, hogy aktivista folyóirat szerkesztősége melletti szobában dolgozott együtt, ez nem lesz mellékes egyébként, Stefán és Molnár egy alkalmi műteremben. És együtt dolgoztak később is, mert hogy ahogy rekonstruálhatjuk az eseményeket, az utazás során ők rajzokat készítettek, többnyire tusrajzokat. Azt nem igen lehet feltételezni a festés technika ismeretében, hogy útközben olajképeket fessenek. Ugye, mert ez lassan szárad, stb. Nem lehet vinni. Tehát a rajzokat készültek, és ezeknek a rajzoknak a jó része megvan festményben, megvan Pécsett is, nem mondom meg, hogy hol, nyilvánvalóan. De tudjuk mindent, pontosan tudjuk. Ahhoz képest nagy meglepetés, amikor olyasmi bukkan fel, amiről ugye nem tudunk. És ez nem az első eset, hanem a második. Legalábbis a második, amiről tudnunk lehet. Szóval, hogy az itáliai rajzok nyomán készült festmények, azok hol készültek? Feltehetően Pécsett, mert hogy ők Itáliában találkoztak egy Werner Gilles nevű Bauhauslerrel, és ő beszélt nekik a Bauhausról, és elmondta, hogy hát két pécsi már ott van, a Horváth Alfred és a Breyer Marcel, na felvették a kapcsolatot, informálódtak, 21. októberében már ott voltak a Bauhausban. Igen ám, de hát április és október között ugye eltelt egy idő, megfesthették itt azokat a képeket. Valószínűleg, hogyha ezt 20 évvel korábban találom, akkor a magángyűjtemény része, de mi vagy már hajlott korú bácsi vagyok, emiatt én azt mondom, hogy erre kíváncsi vagyok, úgyhogy ezt a műkereskedelemnek kitesszük. Az, hogy milyen sorsa lesz, az meglátjuk. Tehát én ezt meg fogok válni. Gyerekeim legnagyobb sajnálatára volt egy ilyen film. Mert hát, ha meghalok, és utána mi lesz, abban már nem nagyon tudnék. És én egy bizonyos kíváncsiság van arra vonatkozóan, hogy ezt, amit 2023-ban tavasszal ráleltem, annak mi lesz a sorsa az elkövetkező évben. Ha csak nem hamarabb megyek el, és nem tudom megvárni, amíg a műkereskedelem felfedezi. Több százan csápoltak a múlt héten a Zsolnai Kulturális Negyed E78-as koncerttermében, ahol 6 év kihagyást követően ismét fellépett a magyar rockzene álló csillaga, a Lord.
Vendégcsapatot is hoztak magukkal, a Power zenekart. Jól látható, hogy Pécsett is igény van a hard rock és a heavy metal koncertekre, mert annak ellenére voltak fél ezeren az E78-ban, hogy közben a Széchenyi téren ingyenes koncert zajlott, igaz, más műfajban. A Lord 1972-ben alakult, avagy 52 éve, és az énekesük 1981 óta Paul Mihály, avagy Misi, akit a backstage öltözőből hívtunk ki a Pirogránit udvarra a koncert kezdete előtt. Az imént említettem, hogy utoljára 6 éve léptek fel az E78-ban, de közben azért jártak Pécsett. Tavaly itt voltunk, nagyon sajnálom, egy gyönyörű helyen valami kertbe. Káptalan kert. Káptalan kertbe, igen, az igen. És azóta, azelőtt pedig nagyon sokat jártunk, szinte évente. Lákos volt a szervező, és akkor ő mindig megszervezte ezt a koncertet, és mindig nagyon jó. Tényleg ez egy impozáns környezet, gyönyörű hely, kulturált hely, mi kell több. Elfér benne a metal? Hát azért a Lord az nem metal. Hát azért nagyjából. Nem. A rock az meg bőven. A rock az bőven elfér. Vidámság és rock and roll, az meg főleg. Mesélj egy picit a pécsi emlékeidről, ugye 81 óta vagy a zenekar tagja, de első fellépésed a Lorddal biztos nem Pécsett volt, azt tudom, de vannak régebbi emlékeid? Régebbi? Pécsi. Jákon. Akkor 1981-ben ott volt az első koncertem a Lord zenekarban. És hogy emlékszel vissza pécsi bulikra, ezt pécsiként kérdezem? Hát szerintem nagyon sokat jártunk ide, sőt akkor még itt volt a Rock Maraton Pécs mellett a Malomvölgybe, évente, minden évben, meg Pécset itt különböző kultúrházakban, műfázakban, benne a hatos út mellett is volt egy régi műfáz, ott nagyon sokat játszottunk, kivégig oda mentünk, és akkor talán egy darabig nem volt hely, és akkor nyílt ez, gondolom, meg ez az E78, és azóta meg ide jártunk. Ez gyakorlatilag a pécsi ifjúsági ház utódja. Az ifjúsági ház, gondolom, te tudod, mint pécsi, hogy melyik házról beszéltek, mondta, a hatos út mellett volt. Ott nőttem fel, mellette laktam. Igen, egy lakótelep közepén volt, szinte. Így van. Beszélgessünk egy kicsit a Lordról, és engem az a kérdés érdekelnem udvariasságból, hogy azért láttam már kölyök korom óta sok rockzenekart. Kevés olyan magyar zenekar van, aki megél 50 évet, most már 52 évesek vagytok. Szerintem egy sincsen. Vannak 50 éves zenekarok nyilván, meg lesznek is, de akik ilyen sokat játszanak évente, mint mi, a 60-70 koncert, szerintem a világon nincs még egy ilyen zenekar. De ezt nem csak magunknak is köszönhetjük, meg annak a hihetetlen közönségvarázsnak. Tehát minket az éltet. Tehát különben egy zenekar hiába érzi magát jónak, vagy bárminek, ha nincs közönség, nincs akinek játszik, akkor az egész szinte nem ér semmit. Nálunk meg ez megvan. Megvan az utánpótlás, gyerekek, a szülők, a nyakába az unokák, vagyis a gyerekek és annak vagy az unokáik, és ez mindenhol látható. Tehát ez mindenhol tetten érhető, és azért tök jó. De nem csak ezért csináljuk, hanem mi szeretünk zenélni. Tehát ez tök jó, az a együtt zenélés. Tudjuk, hogy megértik. Hát a Lordnak van egy olyan szövegvilága, meg dallamvilága, ami távol van a metaltól. Tehát ez inkább ilyen hagyományos hard rock zene, nagyon jó szövegekkel, amiknek a művelője javarészt te vagy. És ezáltal hitelessé teszi a zenekar. Tehát amit én éneklem a dalokba, azt én vagy megéltem, vagy meg fogom élni, de hogy hiteles, az biztos. Nagyjából egy évvel ezelőtt a Kártágó játszott itt, akkor a Gidóval, Gidó Falvi Attilával találkoztam. Tőle is megkérdeztem, most sem hagyom ki, hogy ugyanakkor meg nagyon fiatalon tartiteket a rockzene? Tartósít, vagy nagyon fiatalon kezdtétek? Mi a megfejtés? Hát lehet, hogy a gének jók, de azért 70 évesen azért az állandó... Van a 69. Nem már, igen, 69 és fél, mert szeptemberben leszünk Attilával 70 évesek. De ez az állandó megfelelés az,
az valahogy karba tartja az embert, meg idegileg, tehát figyelj, azért néha idegesít. Tudod, hétről hétre, tehát amikor egy héten van három bulink, azért azt, maximalisták vagyunk, mind a ketten, ő is, meg én is, és emellettünk akkor a fiataloknak is az kell lenni, mert különben akkor nem lennének itt. És azért ez ilyen idegörlő, és ez, hát nem azt mondom, hogy nehéz, de azért állandóan összpontosítani kell, odafigyelni, mert 40 éve nem ettem fagylaltot, nem mint hogyha hiányozna, de ami a torkomnak árt, vagy a hangszálaimnak, azt én inkább nem. Tehát inkább ezt úgy megoldottam, hogy nem kell, nem itthon hideget, nem eszem erőset, csípőset, de azt mondták, hogy ez nem jó, és ezt én betartom. Lehet, hogy valakinek ez jó, nekem biztos, hogy nem jó, és inkább nem foglalkozom vele. Két rövid kérdés, még mesélj egy kicsit a Powerről, ők az előzenekarotok ma este itt az E78-ban, vagy vendégzenekar, bocsánat, az megtisztelőbb, így van. De van átfedés a két zenekar között? Egyébként azért is vannak így előttünk, mert a PAK különösen ilyen helyen nem fesztiválon lehet tologatni a dobot, meg mitten be lehet állítani, azt előkészíteni pontosabban, azt olyan zenekarra is meg lehet csinálni, akivel nem vön ki ilyen kapcsolatban, de mivel Zolika a Powerben van, és meg sőt a Fenk is bőgözik, itt csak gitárcseréről van szó, ami körülbelül 3 perc, és a többi minden be van állva, és utána meg mi jövünk, és rock and roll. De Zolikának meg ezt elfogadtuk, a menedzsment is elfogadta ezt, és tök jó. Végig is, na látod, ő a metal. A Power a metal. Mi meg a hagyományos kis laza, értelmes rockzenénk, de azért nem annyira, tehát hogy mi is be tudunk vadulni, hogyha kell. Készültetek most külön Pécsre, dallistával, variátok? Mi az, amit ma este hallhat a közönség a legjavát, gondolom? Hát a dalok tekintetében, ami nekünk tetszik elsősorban, de azért mi tudjuk, hogy mi tetszik a közönségnek. Tehát egy 50 éves zenekarnak olyan annyi dal van, hogy valakinek ez kell, valakinek az kell, ezt nem lehet követni. Tehát ezt nem lehet megfelelni, mert egy másfél órás műsorba belefér, mit tudom, 22 dal, amit becsülettel eljátszunk, és akkor az van. És a közönség örül annak is. De hogyha mást játszanánk, lehet, hogy annak is örülne, és akkor lehet, hogy lesznek, akik, na, miért nem játszottátok azt? Azért nem játszottuk azt, mert nem fért bele. De nem magunknak játszunk, hanem nyilván a közönségnek. De nem készültünk egyébként. Ez volt az eredeti kérdés. Mi ezt játszuk, mi ezt tudjuk. Az a helyzet, hogy ilyen zenekar nincs is az országban, meg a világon is, aki egyszer próbál januárban. Akkor összerakunk egy műsort, egy 30 dalos műsort, és abból válogatunk. Mert többször meg nincs idő próbálni. Ahányan vagyunk, annyi felé lakunk az országba, és mi ezt akkor felkészülünk. Mit tudom, mert amikor februárban van az első buli, akkor január végén próbálunk egyet, és abból élünk. És egész jól. Nem csak úgy élünk, hogy megélünk, hanem ne, ez nem alibi. Ezt meglátod, majd meghalod, és akkor tudod, hogy ez nem, ez erény is való. Lehet, hogy azért tartott ez 52 évig, vagy még tovább is fog tartani, mert hetente próbálkon nem szívjuk egymás vérét. Ez is benn van a pakliba, szerintem. Ha találkozunk a hétvégeken, hogyha holnap játszunk Mór közelébe Bodajkon, holnap ugyanúgy megöleljük egymást, hogy ma este el fogunk válni egymástól. Ez így van. Önök a Pécs TV kulturális magazinját, a Tónusokat látták, jövő hétfőn ismét jelentkezünk, viszontlátásra! Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.